Tomi mesék. Tomi és a hajvágás. Tomi és Peti együtt indultak hajat vágatni. Bementek a fodrászhoz. Jó napot! Fodrász Ferihez jöttünk egy hajvágásra. Ó, sajnálom, fiúk. Fodrász Feri beteg lett. Addig én helyettesítem. Oké. Tomiék leültek, és nézték, hogyan végez a fodrász az előző kuncsavtal. Ollóval kezdte. A kisfiú nyögdicsélt, ahogy rángatta a haját. Aztán egyszer csak áúgy! Belevágott a fülébe. Aj, ne kényeskedj már, amúgy is kiállt. Aztán elővette a hajnyírót, és pár mozdulattal végzett. Végül a hajszárítóval zömmölött egy sort, és már kész is volt. De amikor a fiú megfordult, kiáltott Tomi ijedtében. Pszt! Sukta Peti, intett, és kisurrantak az ajtón. Hey, hová mentek, fiúk? Csak rohantak, míg haza nem értek. Megúzták, de ettől kezdve már nem mertek bemenni a fodrászatba. Teltek a napok, múltak a hetek, és már semmit sem tudtak csinálni a nagy hajuktól. Úszásnál alig kaptak levegőt, Tomi mindig elesett, mert nem látta, mi van a lába előtt. Teljesen kifogytak a sebb tapaszból. Végül már a kedvenc játékukban sem tudtak túljutni, még az első pályán sem. Á, ez így nem mehet tovább! Hoho, no milyen? Már csak egy kis rúzs hiányzik, nevetett Tomi. Jaj, ez gáz! Menjünk, keresünk egy fodrászt! Oké. Elindultak és végigjárták a város összes fodrászatát. Elsőként az alkonyollót nézték meg. Na, ezt inkább hagyjuk nyugdíjas korunkra, jó? Szerintem is. Aztán a Rockenkáthoz mentek. Lehet, hogy ez sem nekünk való. Bizony. Elsétáltak még az Afropro és a Kojak kuckó előtt is. Hát ezzel nem lettünk előrébb. Most mi lesz velünk? Hello, fiúk! Nem akartok játszani a bandánkban? Pont jó sérótok. Ó, nem, köszönjük. Szomorúan sétáltak hazafelé. Ráadásul két nap múlva osztályfényképezés. Hú, ez tök ciki! Pont szembe jött velük Lili. Ti vagytok azok, fiúk! Júj, de vicces a hajatok! Köszi, már mi is rájöttünk ám. Beteg a fodrászunk, és nem találtunk helyette egy értelmes fodrászt sem. Hé, nem Feri a fodrászotok? De igen, de hát ő a szomszédom. Tényleg? Igen, és mostanában tényleg sokat habcizik. Akkor vigyünk neki gyógyítólevest, mondta Tomi. Oké. Elmentek a boltba, és Liliéknél össze is dobták a levest. Főztek mellé cérnametéltet, és egy nagy tányérral átvittek a szomszédba. Hapci! Csókolom! Hoztunk finom gyógyítólevest! Jaj, köszönöm! Látom, már hiányzok a fodrászatban. Hát, eléggé, mondta Tomi. Másnapra Feri meggyógyult, és korán reggel Tomiék lehettek az első vendégek. Szuper jó frizurát vágattak maguknak, és attól fogva soha többet nem hagyták, hogy túl hosszúra nőjön a hajuk. A hajvágás nem is fáj, úgyhogy iratkozzatok fel!